A sütőipar munkáját eredményeit nagy mértékben befolyásolják az alapanyagok árai, elsősorban a búza, illetve a liszt ára. Az elmúlt évi búzatermés 70%-a malmi minőségű búza volt a sütőiparnak megfelelő sikertartalommal. Mivel a liszt ára nem változott, a 2014-es évhez hasonlóan 2015-ben sem emelkedett a kenyér ára. A Magyar Pékszövetség alelnöke szerint idén sem várható változás, aggasztó viszont a hazai pékségek számának csökkenése. A legújabb felmérés alapján a tavaly előtti 1200 pékségnek a száma sajnos az indítéletben 1000 alá csökkent. Ezzel viszont párhuzamosan emelkedett a külföldtől a pékségnek a száma, 5-600 körül jár már az a pékségek száma, ami nem magyar embereket foglalkoztat, amely nem magyar tulajdonú, és az eredményeket nem itt realizálnak. Ennek van hátránya sütőipar tekintetében, a Magyar Pékszövetség minden elejét megfeszítve küzd ezzel. Nem csak a hazai pékségek számának csökkenése, hanem a szakemberek elvándorlása is komoly gondot jelent az ágazat számára. A legnagyobb probléma a munkaerőhelyzet, hiszen most több ezer munkanélküli hiányzik a sütőipar területén, és ami szomorú az, hogy ezeknek száma továbbra is növekszik, hiszen külföldre mennek a fiatal szakmunkások, illetve az idősebbek is, hiszen környező országokban 4-5-szeresét keresik a magyarországi béreknek. Az alelnök elmondta, változások szükségesek a szakmunkás képzésben is, mivel szakemberek nélkül nem lehet jó kenyeret készíteni. A kiváló minőségű pékárukra, ráadásul egyre több fajtára viszont igény van a vásárlók részéről. Tapasztalunk változást, megmaradtak a régi klasszikus dolgok, süteményekben is kakaós csiga, vajos pogácsa, kifli zsömle, de eltolódik egy másik irányba, és van egy olyan réteg is, aki keresi az egészséges táplálkozáshoz való dolgokat, magvas, rozsos termékeket, durumlisztből készült termékeket. A Magyar Pékszövetség a Földművelésügyi Minisztériummal közösen különböző marketing akciókkal igyekszik felhívni a figyelmet a sütőipar jelentőségére, a kenyér fontosságára.